Fogas Veronika és Fogas Domonkos mutatott be nagydobronyi táncokat. Szeptember 8-án szombaton hosszabban is láthatnak ilyet az érdeklődők, hiszen újra megrendezik a Régi Magyarország Ízei című gasztronómiai fesztivált. A fókuszban Kárpátalja lesz, érkezik majd a Sodrózenekar és a Kárpátalja táncegyüttes. Ők azok a jó szomszédok, akikkel tulajdonképpen azért vagyunk nagyon jóban, mert szinte ugyanolyan jól táncolnak, mint a Szabolcs megyeiek. Ez egy nagyon fontos dolog, hogy tulajdonképpen egy ismeretlen, vagy egy kicsikét olyan szürke folt a magyar nyelvterületen a kárpátaljai néptánc és népzene, ugyanolyan új stílus, ugyanolyan típusú építkezéssel, ugyanolyan virtussal és habitussal jelennek meg. Nagyon sok rokon dallam, rokon tánclépés, rokon elem jelenik meg, mégis egy picikét más. Hát ezért gyönyörű a magyar kultúra, és ezt szeretnénk megmutatni a Kárpátalja táncegyüttessel, Sikentánc Szilveszter vezetésével és Váradi Éva vezetésével. A számos kiegészítő program közepette a gasztronómiáé lesz a főszerep, hiszen a töltött káposzta is máshogy készült tirpák vagy svábkezek alatt. De lesz ukrán barenyiki, vagyis krumplis dereje, málékásás meggyes sütemény és csokis kávés egytojásos desszert is. És persze sok minden más, ami szemszájnak ingere, a közel 20 főzőcsapatnak köszönhetően. Kiemelem mindig a legkedvesebbet számomra, természetesen az a tiszavasvári zúzoslé, egy lakodalmas, nagyon finom tyúkhúsleves. Ezen kívül a gólyafos sem maradhat el, már vannak vendégeink, akik keresik ezt a finom édességet, de lesz itt mindenféle káposztás étel, nagyon sokféle babos étel, babfőzelék, rengeteg palacsinta, hát krumpli, a mi megyénkben egy főtáplálékforrás, lepcsánkát is kóstolhatnak mindenféle formában, és természetesen, hogyha egy kicsit kitekintünk a kárpátaljaiakra, ruszin ételeket is kóstolhatnak a vendégeink. Sajnos nem tudom jól visszaadni a ruszin megnevezését az ételnek, de ízletes finomságok lesznek majd kóstolhatóak ezen a napon. Egy hagyományőrző gasztronómiai rendezvényen azonban nem csak azon van a hangsúly, hogy mindenki jól lakjon, a tradíciók ápolása és a családi kapcsolatok erősítése is fontos. A gyerekek tanulhatnak, a szülők emlékezhetnek arra, hogy főztek esetlegesen a nagyszüleik még annak idején otthon, és megmutatják azt egymásnak, a szülő a gyereknek, a gyerek pedig, hogyha újraértelmezni akár a szüleinek is, hogy ezt ő hogyan gondolja, és ennek egy nagy összetartó ereje van a családok szempontjából, van egy tényleg régiós megtartó ereje, és mindezt egy olyan autentikus környezetben tehetik, amely legközelebb csak Szentendrén található. A sajtótájékoztatón elhangzott, azért is került most Kárpátalja a középpontba, mert bár még friss a szakmai kapcsolat az ottani múzeumokkal, a tervek szerint hosszú távú lesz az együttműködés. Amikor tavaly a Sóstói Múzeumfalu az Országos Tájházigazgatóság referens intézménye lett, és a megyei tájházak segítése mellett mi a kárpátaljaiakra is kaptunk felhatalmazást, és egy kicsit átlépünk a határon. Idén már voltunk Ungváron és az Ungvári Testvérskanzenbe is egy baráti látogatásra és konferencián, és megtekintettünk néhány tájházat, magyar tájházat is, amit nem régen újulhattak meg, aminek különösen öröm, hogy vannak gazdái, vannak vendégei is, és szakmai segítségnyújtásra hívjuk fel a figyelmet. A Nagy-Beregi Tájház finanszírozására is gyűjtenek szeptember 8-án, a befolyt összeget a villanyszámlák kifizetésére és szakmai anyagok megvásárlására fordítják majd.